Jó ideje figyelhetjük a tetszetős magasított homlokzattal és üvegoldalfalakkal ellátott piaszcsarnokot, majdnem kész állapotában, melynek kálváriája és a szabad ég, illetve a sátrak alá kényszerített termelők, árusok sok hónapos kellemetlensége után még mindig nem látja el funkcióját. Már nem dolgoznak rajta. A szakemberek elmondták, hogy jelenleg nincs olyan probléma, ami miatt az átadás megjósulhatna, így műszakilag készen jelentették július 7-én kedden reggel. A kivitelező 2020. június 26-án, július 6-ára készre jelentette a piacot, ezért ma 7-én megkezdjük a műszaki átadás átvételt. A kivitelező nagy Kft. Vezetője Baranyi Szabolcs és a műszaki ellenőr László Csaba kalauzolta körbe a valamivel több mint 1300 négyzetméteres csarnokban a városvezetés és a szakhatóságok delegációit, illetve a helyi média képviselőit. A bejáráson kiderült, hogy a korábbi hírekkel szemben a csarnok már nem ázik be, sikerült megoldani a csapadékvízelvezetést a tetőről nagy zivatar esetén is. Új szennyvíz és ivóvíz hálózatot építettek, sőt, a párásodás sem fog visszacsepegni a közeggyapott hőszigetelés miatt. A szellőzést a 24 darab elektromosan nyitható tetőablakon kiáramló felmelegedett belső levegő és az oldalsó ajtókon bejövő külső levegő keringése oldja meg. A csarnokban télfigyelő rendszer működik és egyes pontokon melegítő infrahősugárzókat helyeztek ki. Az udvar nagy részét rendezték, térköveztek, fásítottak, de a korábban még használatban lévő hátsó lépcsőt nem újították fel. Kérdésünkre elmondták, hogy két ok miatt, az egyik, hogy nem képezi a projekt részét, a másik pedig, hogy azt a lépcsőt nem lehet majd használni. Mostantól csak a szakhatósági engedélyekre kell várni. Most sejtjük valamennyire, hogy mennyi időt veszhet majd igénybe? Ez az időpont akár 60 nap is lehet, valószínűbb a termelők és kereskedők által várt ősz elejé beköltözés.